Az április 3-ai voksolással kapcsolatban tart oktatást a jegyzőkönyvvezetőknek és a választási irodák vezetőinek Szekszárd jegyzője. Dr. Gábor Ferenc, aki egyben a helyi választási iroda vezetője is, azt mondja, ez a munka még napokig tart majd, mert csak Szekszárdon és környékén 86 választókörben lehet voksolni, aminek a lebonyolításában 520-an vesznek részt. Az oktatás célja, hogy gyakorlati oktatásban vegyenek részt. Elsődlegesen egy gyakorlati példát fogunk elemezni, de pontosan egy szavazást fogunk lebonyolítani, ahol statiszták fognak megjelenni a létrehozott szavazókörökben, és a szavazókörökben el fogjuk játszani egy komplex szavazást. Dr. Holzer Mónika, a választási iroda vezető helyettese szerint idén különösen nehéz dolguk lesz a szavazatszámlálóknak és a választás lebonyolításán dolgozóknak, mert külön lapon kell majd az egyéni választókerületi jelöltekre, valamint az országos párt vagy nemzetiségi listákra is szavazni. Ráadásul egy negyedik nyomtatványon a kormány által kezdeményezett gyermekvédelmi népszavazással kapcsolatban is harmadikán mondhatjuk el a véleményünket. Ameddig mondjuk egy nem nemzetiségi választópolgár, ő kap egy egyéni listás szavazólapot, egy pártlistást és egy népszavazásost, addig a nemzetiségi választópolgárnak nem adhatunk pártlistát, csak nemzetiségit, félő, hogy esetleg itt lehetnek keveredések. A szavazatokat április 3-án, vasárnap reggel 6 és délután 7 óra között adhatjuk majd le. Fontos, hogy a lapon megjelölt neve mellett két egymást metsző vonalnak kell szerepelnie, a voksolás ugyanis csak így lesz érvényes.